Köszöntöm a köztér nézőit, elkészült a Talentum református iskola bővítése, megújult a ciszterci templom, és fejlesztik az oktatási intézményeket itt Székesfehérváron. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk! 15 fehérvári iskolában zajlanak jelenleg felújítási munkák, vagy a következő hónapokban indulnak majd fejlesztések. A Modern Városok program keretében 915 millió forintot fordítanak erre a célra az általános iskolákban, de a fehérvári oktatási intézmények felújítására szintén a Modern Városok program részeként a következő években további 19 milliárd forint jut. Ez az az összeg, amelyet végül a meg nem valósult középiskolai kampusz kormányzati forrásaiból csoportosít át a város. A vízvezetékek cseréjét végzi épp ez a férfi a Munkácsi Mihály általános iskola egyik mosdójában. Az intézményben január óta zajlik a munka. Mint a felvételeken is látszik, a vizes blokkok és öltözők az intézményben már annyira rossz állapotban voltak, hogy a kivitelezők kénytelenek voltak teljesen szétbontani azokat. Itt nagyon komoly hiányosságok voltak, hiszen 66-ban adták át az épületet. A csatorna rendszer az gyakorlatilag eternet csövekkel, úgy ahogy volt, gyakorlatilag összetöredezett, le is szaposodtak. Évek óta jelentős összeget kellett költeni folyamatos csatorna tisztításokra, dugulás elhárításokra, és hát az is egy nagyon fontos szempont, hogy gyakorlatilag csak bizonyos pontjaim voltak az iskolában a gyerekek számára elérhetően melegvizes blokkok, tehát többnyire hideg víz folyik a csapból, és ezzel a felújítással megvalósulhat régi álmunk, hogy most már a gyerekek számára is minden vizes blokkban meleg víz is lesz. Gyakorlatilag a dugulásokkal, illetve a hidegvizes rendszerrel most már végleg leszámol az iskola. A vizes blokk felújítása nemrégiben bejelentett fehérvári iskola felújítási program része. 915 millió forintos kormányzati forrásból 15 városi oktatási intézményben történnek a Munkácsi iskoláihoz hasonló fejlesztések a városban. Egy részükben már zajlik a munka, máshol most indul majd a közbeszerzési eljárás a felújításra, de hamarosan felújítások kezdődhetnek el a fehérvári gimnáziumokban is, szintén a Modern Városok biztosította átcsoportosított forrás. Az már korábban kiderült, hogy a Vasvári Pál gimnázium végül helyben marad, nem költözik. Az elavult épület azonban felújításra szorul. 6 milliárd forint áll rendelkezésre az iskola felújítására és bővítésére. A nyílászárók cseréjével kezdődhet a munka a tavaszi közbeszerzési eljárás lezárultát követően. A bővítéssel kapcsolatban azonban további egyeztetésre van szükség, hiszen jó néhány nyitott kérdés fogalmazódott meg a tantestületben. Érthető módon nagyon sok kérdést, megkeresést kapunk, hogy a különböző iskola felújítási programok hogyan állnak, melyikbe, melyik iskola tartozik bele, hol tart az előkészítés, mekkora forrás áll rendelkezésre, mi az, ami már biztosnak tekinthető. Ezért gondoltuk azt, hogy ütemenként és külön programelemenként bemutatjuk, hogy melyik iskolát érint, és mikor fog az adott fejlesztés megtörténni. Így ugye a Kodállyal kezdtük, a 15 általános iskola vizes blokk felújítási programmal folytattuk. Ez egy teljes egészében nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztés, 915 millió forint bruttó összeget költhetünk el ezekre az iskolákra. Ugye nyilván a megfelelő közművek teljes belső cseréket is értjük ez alatt, amikor szociális blokkról beszélünk. Ebből 4 iskola esetében már a munkaterület átadása megtörtént és zajlik a felújítás. 6 iskola tekintetében folyamatban van a kivitelezési közbeszerzési eljárás, és februárban pedig a maradék 5 iskola esetében is ezt ki fogjuk írni. Ma a Vasvári Pál gimnázium tantestületét tájékoztattuk a Vasvári térintő felújítási programról. Ugye az már korábban eldőlt, hogy a Vasvári nem költözik, hanem a jelenlegi épületet újítjuk föl, viszont az teljes egészében. Az is eldőlt, és erről ma tudtuk a tantestületet tájékoztatni, hogy 6 milliárd forint áll rendelkezésre a Vasvárinál a felújítási munkák elvégzésére, a bővítésre és egy tornateremnek a elhelyezésére. Ez is nagyon fontos elmondanunk, hogy és ezzel kezdtük a tantestület tájékoztatását is, hogy elnézést kértünk azért, hogy ennyire lassan tudtuk előkészíteni ezt a egyébként szükségszerű és nagyon fontos fejlesztést, és elmondtuk azt is, hogy hogyan tudjuk ezt most megindítani. Ugyanúgy, mint egyébként a másik két nagy intézmény, a Tóparti és a Kodolányi esetében is, a nyílászáró cserére vonatkozó közbeszerzési eljárások már folyamatban vannak, várhatóan tavasszal ezeket a közgyűlés le is fogja tudni
zárni. Ez azt jelenti, hogy a nyílászáró cserékkel indul el a Vasvárinak a felújítása. Ezzel párhuzamosan pedig elkészül a teljes felújítást és részben a bővítést tartalmazó teljes tervdokumentáció. Egyébként ennek a következő időpontját is meghatároztuk ma a tantestülettel, tehát áprilisban visszavisszük a tervezésnek az akkori állást, tehát bemutatjuk, hiszen volt néhány nyitott kérdés, de jogos kérdés, különös tekintettel a bővítésre vonatkozóan, amit akkor tudnak majd a tervezők a Vasvárinál bemutatni, és akkor a pontos ütemezését is a fejlesztésnek el fogjuk tudni mondani. A holnapi nap be fogunk számolni arról az energetikai fejlesztésről, ami valamennyivel több mint 10 iskolát és óvodát fog érinteni, az Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra, és jövő héten pedig folytatjuk a tantestületek látogatását, hiszen a Tópartiba megyünk hétfőn, és rá egy héttel később hétfőn pedig a Kodolányi János középiskolába, aminek a felújítási programja az Ibli épület megmentését is érinti. Ezen kívül még 6 iskola lesz olyan, ahol vagy már megvalósult az okostanterem, vagy ahol egyébként elindítjuk az idei esztendőbe. Itt azt már tudjuk, hogy az újak között szerepel például a Kossuth általános iskola, de van még néhány nyitott kérdés, ezt a következő hetekben fogjuk tudni eldönteni. Ugye ezek azok a programok, amik már folyamatban vannak, azon iskolák fejlesztése mellett, ahol pedig már látszik is ez, mondjuk elég a Ciszter gimnáziumra, Kodály általános iskolára, vagy éppen az Arany Jánosra gondolni, de fontosnak tartottuk, hogy ezt összefoglalóan, de külön programelemenként is bemutassuk a fehérváriaknak. Most fel is hetében ott a bővítés kapcsán gondolom, hogy a tornacsarnok volt az, ami kérdéses, ugye korábban ez volt ott a tervekben, mi volt az igény az iskola részéről, vagy a fenntartás, és akkor végül is mi lesz a megállapodásban? A tornaterem volt egy közösségi tér létrehozása, akár egyébként valamilyen tornateremmel közösen, illetve ugye tantermek létrehozása, szertár létrehozása is szerepelt a jogos elvárások közepette. Ezeket a tervezők most átgondolják, és így tudjuk majd ezt áprilisi találkozóra visszavinni. Azért is, mert mi felvetettük, hogy ugye az önkormányzat éppen most vásárolja meg a Vasvári Pál gimnáziummal áttelemben lévő területet, amit ideiglenesen az intermodális és közösségi közlekedési központ építés alatt parkolónak használunk, de utána az az ingatlan ugye önkormányzati tulajdon rendelkezésre áll, akár az iskola bővítéshez is használható. Ez úgy láttam, hogy a tantestület számára egy pozitív és jó hír volt. Ezt nyilván meg szerettük volna várni, így ezt a Városfejlesztési Kft. Tervezői most fogják tudni elővenni, és megnézni, hogy esetleg hol lehet ezt kombinálni a jelenlegi vasvári épület felújításával, amit nem szabad elfelejteni, hogy egy védett ingatlan, tehát ott mind anyag mind a megjelenésében kötöttségek vannak. Szerintem egy nagyon szép és patinás iskola épület, tehát nem baj, hogy vannak ezek a kötöttségek, de ezek mégiscsak kereteket adnak. Illetve amiről szintén tájékoztatást adtunk, hogy az intermodálisnak a szomszédos elemei, akár az autóbuszok be- és kiközlekedése, akár a parkolóház, az hogyan fog hatni az iskolára, és hogyan lehet majd ezt a tervezés során figyelembe venni. Erről is el tudtuk mondani azt, ami már a város számára is egyébként ismert. Homlokzati, tető és belső felújítási munkák egyaránt zajlanak majd az épületben, az idei ablakcserét követően. Ha sikerül megállapodni a tervekről tavasszal és a felújítási engedélyek is meglesznek, legkorábban 2023-ban indulhat a bővítés és korszerűsítés a Vasvári Pál gimnáziumban. A Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium területén már látványos szakaszához érkezett a felújítás. Az első ütemben egy új tornaterem, egy új táncterem, egy új közösségi tér jön majd létre, de utcai sportfejlesztés is megtalálható a projektben. Ez egy olyan iskola fejlesztés, ahol lehet is látni mögöttünk, hogy ennek első üteme már megkezdődött. Ez egy új tornaterem, egy új táncterem, egy új közösségi tér, bizonyos egyéb műszaki felújítási elemek, illetve egy utcai sportfejlesztés található. Azt hiszem, hogy a Kodály egy fontos iskolánk és megérdemli, és régóta vár már arra, hogy legyen egy igazi közösségi tere. Ez most megvalósul. Az Európai Unió és a kormány társfinanszírozásában több mint 800 millió forintból zajlik az a beruházás, ami itt látszik mögöttem, és az is látszik, hogy azért ez már egy elég előre haladott fejlesztés. De sajnos ebbe a programba annak idején nem fért bele a teljes homlokzat felújítása az iskolának. Kiegészítő forrásként most a Fehérvári Oktatásfejlesztési Program keretében, ennek a korábbi neve volt ugye a Középiskolai Campus Program, tehát a Modern Városok Program keretében most legfeljebb 500 millió forint erejéig, de költhetünk a homlokzat felújítására, illetve a két iskola épületet összekötő folyosó teljes tetőszerkezetét is elkészíthetjük, megcsinálhatjuk.
A döntés nyomán ezt a forrást az önkormányzat kapta meg. Az önkormányzat az, aki mind az ingatlan tulajdonosa, magát a műszaki előkészítési tevékenységet, aztán a közbeszerzési eljárást lefolytatja, utána pedig a kivitelezést, tehát a beruházó az önkormányzat lesz. Ezért sajnos, bár valóban elismerem, logikus lenne, de nem lehet jogilag összetenni azzal a beruházással, ami már zajlik, ezt külön kell lefolytatnunk. De ami fontos, hogy a forrás rendelkezésre áll, a műszaki előkészítő munka már megkezdődött, a tankerülettel és az iskolával természetesen közösen fog ez zárulni, utána ki fogjuk írni a közbeszerzési eljárást, várhatóan erre már sor kerül 2022 első fél évében, és amikor ezt le tudjuk bonyolítani, akkor utána megkezdődhet a kivitelezés, aminek keretében a teljes homlokzat meg fog újulni, és nyilván megfelelő szigetelése jött, a koráj kívülről is egy nagyon szép képet fog mutatni. Még egyszer kiegészítve azt a beruházást, ami nagyon is tartalmi elemeket érint az iskola működtetésénél, amit itt látunk és mögöttünk zajlik. Tehát van uniós forrás ebben a fejlesztésben, van nemzeti forrás, az elsőt a állam bonyolítja le, a második beruházási elemet pedig az önkormányzat fogja. Elkészült a Talentum református általános iskola bővítése. A hívek hálaadó istentisztelettel ünnepelték az intézmény új épületszárnyának átadását. A Széchenyi utcai iskola a tanterme mögötti földszintes, lapostetős épületrészt lebontották, ennek a helyén készült el az új kétszintes szárny. Ebben két nagy tanterem, egy szakköri terem és könyvtár helyiség is helyet kapott. A beruházás keretében megújult a tornaterem tetőszerkezete, az épület Széchenyi utcai homlokzatát pedig hőszigetelték. Steinbach József püspök igehirdetésében a boldogságról beszélt, kiemelve, hogy eredmény és megelégedettség a boldog élet dialektikája. Hálát adunk azért a szolgálatért, ami ebben az intézményben két évtized óta folyhat az Isten országának építésében. Hálát adunk az Isten emberi eszközeért. Köszönjük a kormányzatnak, köszönjük képviselő úrnak, köszönjük polgármester úrnak, köszönjük a fenntartónak, az iskolának az odaadó munkát, hogy ma itt együtt ünnepelhetünk. És legméltóképpen úgy adunk hálát, hogyha Isten igére figyelünk erre a gyönyörű, örömteli zsoltára, amely egy zarándok ének. A zarándokok ezt a zsoltárt énekelve indultak el a templomba, a gyülekezetbe, Isten házába. És ami felemelő ebben a zsoltárban, hogy ez a zsoltár, a 128. zsoltár a boldogságról szól. Tele van örömmel, reménységgel, lelkesedéssel. Úgyhogy a mai alkalommal a 128. zsoltár alapján a boldogságról hallgassunk meg egy bibliai tanítást, mert ez a zsoltár alkalmas arra, hogy szemügye vegyük, hogy Isten előtt mi a boldogság. Mert van boldogság, mi a valóságos boldogság. Kedves testvéreim, döbbenjünk rá arra, hogy boldogok vagyunk. Ti székesfehérvári gyülekezet, boldogok vagytok. És mindannyian, minden körülmények között boldogok vagyunk, mert így hangzik a zsoltár, hogy boldog mindenki, aki féli az Urat és az ő útjain jár. Az eseményen Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszönetet mondott mindazoknak, akik a tudásukat, erejüket, szorgalmukat adták ahhoz, hogy megvalósuljon az iskola bővítése. Reményék Sándor versében olvassuk ezt a gyönyörű gondolatot. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Ma itt vagyunk a templomban, amely a hagyomány és a hit, és ünnepeljük az új iskolát, az iskolát, amely a gyermekeink és a jövő. És azt hiszem, Fehérvár közössége és a közösségen belül a református gyülekezet bizonyította, hogy megfogadta a költő intését, és nem hagyjuk a templomot, és nem hagyjuk az iskolát. De sokszor
hite ereje, a gyülekezet hite ereje kevés ahhoz, hogy ez az erős szándék meg is valósuljon. És ez segítségre van szükség, és szeretném megköszönni Fűrőt Zoltán államtitkárnak és Szevényen keresztül a magyar kormánynak, hogy a segítségünkre sietett, és segített abban, hogy ez az iskola újjára születhessen és felépülhessen. Nem is olyan régen, májusban, verőfényes májusban álltunk itt, amikor megkezdődött az iskola újjáépítése, és ma már áll, gyönyörű szép, láttuk a képeken, és én azt hiszem, hogy a gyermekek örülnek, a bérdőbe vehetik. És mint minden alkalommal, amikor valaminek örülünk, érezzük és tudjuk, hogy van még dolgunk és van még feladatunk. Látod, az kevörös fordult a fényé felül, hát tudjuk, hogy van még tehetőnk, de ez így majd van a szabadon. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki a tudását, erejét, munkáját adta és áldozta azért, hogy ez az iskola ezen az évfordulós évben elkészülhessen. És azt kívánom, hogy a gyerekek érezzék otthon magukat, és azt kívánom, hogy kedves gyerekek, hogy legyetek boldogok ebben az iskolában. A mai napon hálát adunk, hogy van templomunk, hálát adunk, hogy van új iskolánk, mert egyedül Istené dicsőség. Cserpalkovics András polgármester elmondta, az iskola fontos feladata, hogy lélekben és szívben is boldog felnőtteket neveljen. Boldog most egy város. Mert boldog lehet az a város, ahol néhány hónap leforgása alatt egy közösség templomában, majd templom mellett nem messze, ünnepelhetjük egy óvoda felújítását és bővítését, és alig néhány hónappal később itt lehetünk a templomban, a közösséggel együtt ünnepelhetjük az iskola felújítását és bővítését. Ha csak ennyit tudnánk, és pontosan tudnánk, és éreznék, hogy miért van okunk boldognak lenni, és miért van okunk köszönetet mondani mindenkinek, aki tett azért, hogy ez a közösség boldog lehessen. Nyilván hitünk szerint alapvetően a dicsőség az Istené. És az ő munkáját itt, ebben a közösségben próbálták segíteni, támogatni, kiki a saját köveik és munkahelyen, és ezért köszönöm én is kormánynak, a kormányzatnak támogatást, amivel egy városi közösséget és a város környékének közösségét is szolgálta. Emlékszem, amikor Tamás följött a jó hírrel, hogy megvan ez a 200 millió. Először őszintén szóval nem is emlékeztem hirtelen, hogy mihez is értünk 200 millió. De aztán mondta, hogy református, iskola, és ma pedig itt vagyunk egy beruházás végén. Mert hogy egy közösség képes volt összefogni, és az összefogás eredményeképpen megfogalmazta álmait, az álmokhoz tettek társultak, cselekedett, aztán amikor megkapta a forrást, akkor pedig sorak segítségével gyorsan megtervezte, bontott, épített, és itt lehetünk most, és örülhetünk. Mert hogy boldogok vagyunk. De ne felejtsük el, hogy még egy dolog miatt boldogok lehetünk. Hiszen az iskola az az a hely, ahol a legfontosabb feladatunk, hogy lélekben és szívben is boldog felnőtteket nevelhessünk. Hitben is, reményben is, szellemben is felkészítsük őket arra a világra, ami vár rájuk, és ami nem mindig könnyű, de alapvetően rajtuk múlik, hogy ők majd boldogan érkeznek-e oda, és boldogan tudják-e azt megélni. Ez az iskola fő feladata. És természetesen megértve, hogy ünnepelni kell, mert van mit ünnepelni, de közben érdemes már a jövőben is gondolkodni. Igazolnak is boldognak. Ma az ünnep van, mert van miért boldognak lenni. De a holnapi boldogságért is ma kell tennünk. Ez a holnapi naptól dolgozzunk a piros foltért, de dolgozzunk azért is, hogy az a bizonyos nagy álom, az a bizonyos gimnázium is megvalósulhasson. Ami nem csak a református közösség számára fontos, hanem is szeretném hangsúlyozni, ez fontos városunk számára is. Egyrészt történelmi múltunk okán is, ebben természetesen szerepe, ami a lelki nevelés és a nemzet lelki szolgálata tekintetében is megadatott ennek a városnak, de fontos is azért is, mert ez a regionális szerepünket is tovább erősítheti és növelheti.
ha kell, akkor gyülekezeti, ha kell, akkor közművelési értelemben egyaránt. Ezért teszünk hitet amellett is, hogy a mai boldogságunkat még bővíteni szeretnénk ezzel a bizonyos gimnáziummal is. Szürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében felidézte, hogy az elmúlt 12 évben több mint 3000 templom, parókia, gyülekezeti és közösségi tér felújítását, megépítését támogatta a kormány. Maga a dunántúli református egyházközségei, mint egy 2 milliárd forint támogatásban részesültek. Az előzőkben csak a kiemelkedő támogatásokat említettem, és azokat is csak példáhozó jelleket. De ezeken kívül a kormány rendszeresen támogatja az egyházi közösségek programjait, táborait, eszközbeszerzését. Talán ebben a körben nem kellene különösebben magyarázni, miért is áll ilyen mértékben a kormány az egyházi közösségekről. De olyan világban élünk, ahol az egyértelmű döntéseket is indokolni kell. Fontos hangsúlyozni, hogy tudatos döntésről, sőt kiállásról beszélhetünk. Tudatos döntés és kiállás amellett, hogy az az erős vár, hogy egy kicsit az evangélikusoktól is kölcsönözzek, amely 1000 éven át biztosította a magyarság megmaradását, pedig lássuk be, voltak vérzivataros időszakok bőséggel, az a kultúra, ami a kereszténységből kinőtt a Kárpát-medencében, mindenképpen megtartása méltó. Ennek kapcsán gyorsan osztassunk is el egy félreértést. Amikor állam és egyház együttműködéséről beszélünk, akkor nem valami avit, feudális maradványról van szó. Egyáltalán nem. Ezzel szemben a világi hatalom és az egyház együttműködése azért nem csak hasznos, hanem sokkal inkább szükséges is, mert az állam nem képes világnézeti muníciót adni polgárai életéhez, nem képes olyan komplex és kompakt lelki töltetet adni, ami nélkül az emberi lét nem is lehetne. Sajnos láttunk már példákat arra, amikor az állam megkísérelte a maga által tákolt ideológiával lecserélni a természetes értékeket. Elég csak a 20. század vérzivataros idejére gondolnunk, ahhoz, hogy beláthassuk, hogy ezek a kísérletek nem vezettek, nem vezethettek eredményeket. És sajnos ma is látjuk, hogy zajlik egy kísérlet az isteni, a természetes rend, a normalitás felszámolására. Rajtunk, önökön is múlik, hogy ez korábbi kísérletekhez hasonlóan kudarcot vajon. Most ezért kulcsfontosságú, hogy a kisgyermekek már néhány éves kortól keresztény nevelésben részesülhessen. Olyan nevelésben, amire lehet építeni, ami a későbbiekben fogódzót adhat neki, és átsegítheti őket próbatételéken. Tisztelt ünneplő gyülekezet! A közösségnek megtartó ereje, viszonyítási pontként szolgál, és biztonságot nyújt a korszellem minden a természetes identitás ellen irányított támadásához. Mindannyian érzékelhetjük, hogy nap mint nap meg kell küzdenünk a fennmaradásért. Meg kell lógnunk a családokat, a hitből élő egyházi közösségeket, és az évezredes kultúrában bíró nemzeti közösségeket. Máté evangéliumában Jézus Krisztus szavait így olvashatjuk. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet erre. Kedves testvérek, mit is tehetnénk hát? Ha nem lehet elrejteni a hegyen épült várost, akkor mutassuk meg. Ez a logikus magatartás. Ez a normális. A jelen esetben mutassuk meg, hogy az európai keresztény zsidó kultúra igenis létezik, lélegzik, él és élni akar. Minden egyes oktatási fejlesztés, támogatás és intézkedés is erre irányul, hogy akár az egyházi, akár az állami köznevelési intézményekbe járó diákok egyaránt bővülő lehetőségekkel rendelkezzenek közös jövőnk építése érdekében, de a gyökereinkre alapul. Ez az építkezés pedig folyamatos. Tantermek, tornatermek, teljes épületek újulnak meg, és új bölcsödékkel, óvodákkal, iskolákkal bővül a Kárpát-medencei intézményhálózat. Öröm látni, hogy az utóbbi években itt Székesfehérváron is új lehetőséget nyíltak meg a reformátusok előtt is. A budai úti gyülekezeti ház és parókia építésére közel 90 millió, a marosegyi református kápolna tetőszerkezetének cseréjére 14,5 millió,
Az Olajfa református óvoda építésére több mint 600 millió forintot biztosított a kormány, az iskola bővítés pedig, ahogy elhangzott, 201 millió forint kormányzati támogatás segítségével valósulhatott meg. Természetesen tudjuk, hogy a kormány csak fizikai építkezéshez adhat támogatást, a lelki épülés, a lelki építkezés önökön múlik. Bizonyosságunk van azon a felől, hogyha egyházainkra, jelesül a reformátusokra bízunk gyermekeinket, betegeinket, időseinket, elesetteinket, akkor jó kezekbe adjuk őket, akkor jó helyre fordulunk segítségre. Éppen ezért mi továbbra is építeni és támogatni fogjuk az egyházi közösségeket, megértettük az elhangzott üzeneteket képviselőről és polgármesterről együtt, és azért tesszük mindezt, mert hisszük, hogy az egyházi közösségeinkben rejlő hit egyben nemzetünk magyarságunk megmaradásának is legfőbb célja. Az új épületszárnyban két nagy tanterem, egy szakköri terem és könyvtár helyiség is helyet kapott. A beruházás keretében megújult a tornaterem tetőszerkezete, az épület Széchenyi utcai homlokzatát pedig hőszigetelték. Szentmise keretében áldották meg a megújult ciszterci nepomuki Szent János plébánia templomot, a misét Bérci Bernát Zirci apát celebrálta. Egyszerű hasonlatot hozva, valahogy úgy szent hely, testvérek, a templom, mint amikor a házi asszony fogja a tésztát és a pogácsa szaggatóval kiszakít egy kerekegységet, és azt elkülöníti attól. Mint egy, a templom is ilyen, a hétköznapi világ szövetéből ki van szakítva, körül van fogva, el van különítve, és ez csak az Istené, az Isten helye. És itt csak az történhet, ami az Istennel kapcsolatos, és az, ami ő hozzá vezet. Olyan tér, testvérek, a templom, ahol igazán azt találjuk meg, amit tulajdonképpen mindenhol a templomon kívül is, néha kicsit balgán keresünk, azaz az igazi boldogságot, az igazi békét, örömet, elégedettséget és beteljesülést nem a templomon kívül, hanem azon belül találjuk meg. Nem a szent nélkül, hanem éppen a szentben és a szent segítségével. A templomnak megerősítették a szerkezetét, új a tető, elvégezték a szakemberek a vízelvezető rendszer megújítását, a bádogozást, valamint a teljes elektromos hálózatot kicserélték, korszerűbb lett a fűtési rendszer és részben restaurálták a templom belső terét is. A rekonstrukciót a miniszterelnökség és a kormány összesen 320 millió forinttal támogatta. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, szükség van a keresztény embereknek olyan közösségekre, ahol megérezhetik az összefogás erejét. Kaszap István, Kléberszper Kuno, Lázár Ervin, Sebő Ferenc, Szemmelvej Szignác, Vajda János, Börös Marti Mihály, Bekerle Sándor, Íbül Miklós. Megdöbbentő, megrázó névsor, egyben felemelő is, csodálatos is, közel 200 éves ciszterci jelenlétnek a gyümölcse. Őket tanították sok-sok ezer fiatallal együtt az elmúlt évszázadokban, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és éppen ezért szeretnék köszönetet mondani ciszterci közösségnek a nevelésért, a kitartásért. És éppen ezért teljesen természetesen az is kormány nevében, várossal, püspökséggel, hogy hálából amennyit tudunk ebből viszonozni, mind a templomot, mind pedig az iskolának a felújítását segítjük, támogatjuk. Egy személyes ciszterci találkozásról is szóljak önökhöz. 30 évvel ezelőtt regnumi vezetőnkhöz érkezett Rückner Ákos atya. Három dolgot tanított meg, és talán ez jellemzi is a ciszterci atyáknak tanítási módszerét. Az egyik az, hogy mind a regnumot,
mint pedig a cisztereket, nem másként, hanem ciszterciként, regnumiként kell tanulni. A második az, amit néha gyakorlok is, hogy Isten dicsőségére pihenjük ki magunkat. Vagy ha felszabadul egy programunk, ne bosszankodjunk, ne dühöngjünk, hanem pihenjük ki magunkat, mert Istent akkor tudjuk szolgálni, ha pihentek is vagyunk. És a harmadik pedig, hogy vigyázzunk papjainkra, szerzeteseinkre. Imádkozzunk értük. Vigyázzunk az ő szabad idejükre is, hiszen annyi mindent öntünk rájuk, lelki gondolatot, bajunkat, bánatunkat, őnekik is erőt kell nyújtanunk, erőt kell adnunk. Köszönöm, kedves Ákos atya, hogy ezeket a szavakat 30 évvel ezelőtt elmondtad, és Isten éltessen, hiszen a napokban töltötted be 58. papi szolgálatodat. Befejezésül, tisztelt ünneplő közönség, szükség van keresztény embereknek azokra az összefogásokra, mely az értékeket és a kereszténység elleni támadásokat egyrészt megvédi, másrészt pedig visszaveri. És éppen ezért templomok felújítása, iskolák felújítása, és természetesen papi szerzetési hivatások tőlünk telhető támogatását mindenképp szolgálni fogjuk. Jövőben is számíthatnak ránk Isten dicsőségére, a nemzetért és a kereszténységért. A város országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, a kormány nem hagyja magára a közösségeket. Köszönettel tartozunk a ciszterrendnek, ahogy államtitkár úr fogalmazott. Köszönettel tartozunk a rendnek a nevelő munkájáért, az atyáknak a nevelésért és a tanításért. De szeretnék köszönetet mondani Soltész Miklós államtitkár úron keresztül a magyar kormánynak, hogy segítette céljaink megvalósítását, hiszen közösségünk bár erős, de egyedül minden célját nem tudja megvalósítani. És hogy mit jelent a ciszterrend jelenléte városunkban, és mit jelent az a nevelő munka, amit évszázadok óta végeznek, engedjék meg, hogy egy személyes történetet mondjak el röviden. Én gyermekként a szüleimmel, diákként többnyire egyedül, később felnőttként a feleségemmel és a gyermekeimmel ebbe a templomba jártunk, és mindannyian ebben a gimnáziumban tanultunk. Én a ciszterektől elkobzott gimnáziumban, amely akkor József Attila nevét viselte. Végzős diákként azt gondoltam, hogy kevés az a kiállás, hogy hitünk szerint minden vasárnap templomba járunk. Többre van szükség, és megkértem Pallos Bernadin atyát, hogy minisztrálhassak vasárnaponként a miséken, és itt szolgáltam ennél az oltárnál, és itt olvastam a Szent Leckét ennél az ambonnál. Természetesen a párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség besúgói néhány vasárnap eltelte után feljelentettek, és az igazgatói irodába voltam hivatalos hétfő reggel. Én a legrosszabbra készültem, de az igazgató csak annyit mondott, hogy kisfiam, értem és megértem, hogy templomba jársz, de tedd meg a kedvemért, hogy nem minisztrálsz, mert minden hétfőn fel fognak jelenteni, és egy idő után nem foglak tudni megvédeni. Akkor ezt nem értettem, később értettem meg, hogy az igazgató úr 8 évig ennek a Ciszter gimnáziumnak a diákja volt korábban, és 8 esztendő keresztül ebbe a templomba járt minden vasárnap. És nem jó fej volt, amikor futni hagyott, hanem őt az atyák így nevelték. Ezt a nevelő munkát köszönjük meg a Ciszter rend atyáinak. Köszönjük, hogy nevelték az előttünk járókat, és köszönjük, hogy nevelni fogják az utánunk következőket. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, és én köszönöm szépen, hogy ennek a munkának részese lehettem. Deo gratias. A megújult épületet Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Mindig öröm, amikor az, ami épülés szépül, Isten dicsőségét hirdeti,
közelebb emeli a mi szívünket és lelkünket Istenhez, és közelebb hozza az Istent az élet minden percében, minden pillanatában. Egész Székesfehérvár örül, hogy ez a mai nap elérkezett, és ennek a nagyon szép, különleges értéket képviselő templomnak felújulás felújításában egy újabb állomáshoz érkeztünk. Emberi a munka. A munka, ami összefogás eredményeként született, amely felelős és előrelátó gondolkodás eredményeképpen született meg, amelyet sokan sokféle módon segítettek és támogattak. Legyen köszönet mindnyájuknak. De az áldás Istené, mit sem ér a munka Isten nélkül, semmire sem megyünk, bármit is teszünk, hogyha arra nem nyerjük el Isten áldását. Kérjük most az Urat, azt a munkát, amit jó szívvel, örömmel az ő dicsőségére végeztünk el, legyen rajta az ő áldása. Az egyházmegye is hozzájárult a felújításhoz, 10 millió forintot adtak hozzá a beruházáshoz. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Talentum Református Iskola bővítésével, a megújult ciszterci templommal és az oktatási intézmények fejlesztésével foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!